Köszöntöm Önöket! A Pannon Televízió híradóját látják, Kókai Mónika vagyok. Ma március 15-e Kristóf és Kelemen névnapja van. 172 éve győzött Pesten a forradalom. Ma a szerb államfő a koronavírus miatt folyamatosan egyeztetett az illetékesekkel. Hamarosan sajtótájékoztatót tart. Amint elkezdődik, kapcsoljuk a szerb közmédia adását. Most pedig a híradó elején érkezzenek először a nap kiemelt hírei címszavakban. Meghalt az első magyar koronavírus fertőzött. A 75 éves férfit koronavírus fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállították kórházba Budapesten. Világszerte az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ünnepli a magyarság. Ma mutatja be a Pannon Televízió saját gyártású dokumentumfilm sorozatának első részét. Földfelszíni fagy veszélyére figyelmeztet a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet. Meghalt az első magyar koronavírus fertőzött, írja az MTI. A 75 éves férfit koronavírus fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállították a Dél-Pesti Centrum kórházba. A beteg a szállítást követően hunyt el. Magyarországon eddig 32 személynél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Közülük 9 iráni, 1 brit és 22 magyar állampolgár. Eddig egy beteg gyógyult meg, 159-en vannak karanténban és 1236 mintát vizsgáltak meg. Kiskunhalason épül fel a mobil konténerkórház, közölte Lakatos Tibor, a magyarországi koronavírus fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője. Az idősek a koronavírus járvány legveszélyeztetettebb társadalmi csoportja, hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős magyar államtitkár arra kérte a lakosságot, hogy idős hozzátartozóik és barátaik esetében külön elővigyázatossággal tartsák be az egyébként javasolt védekezési és megelőzési előírásokat. Működésbe léptek azok az akciócsoportok, amelyek azt a feladatot kapták, hogy a koronavírus védekezésével, a járvány terjedésének megelőzésével kapcsolatos tevékenységet kifejtsék. És a mobil kórház felépítésért felelős akciócsoport tevékenysége következtében a holnapi napon elkezdődik Kiskunhalason annak a járványkórháznak a felépítése, ami az esetleges kapacitás csökkenés esetén bevonható a gyógyító, megelőző vagy megfigyelő tevékenységbe. Orbán Viktor ma Belgrádban egyeztetett Alekszandar Vučić szerb államfővel. Az informális megbeszélésen a koronavírus járvány elleni védekezés és a migrációs válsághelyzet volt a téma. Vučić a találkozó kapcsán annyit közölt, ezekben a nehéz időkben fontos az egymás támogatása és a szolidaritás. A magyar miniszterelnök a találkozót követően a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte. Kicserélték tapasztalataikat a szerb elnökkel a koronavírus járvány kezelésének ügyében. Leszögezte azt is, hogy Magyarország továbbra sem engedi be az Olaszországból érkező szerbeket. Kicseréltük a tapasztalatainkat a koronavírus kezelésének ügyében. Van egy közös témánk is, ez pedig a szerb-magyar határ. Megállapodtunk, hogy a teherforgalom az továbbra is bonyolódhat, bár biztonsági intézkedések mellett, azonban továbbra sem áll módjában Magyarországnak beengedni senkit, aki Olaszországból érkezik, azokat sem, akik szerb állampolgárok és Szerbiába akarnak hazajönni. Megértést kértem Szerbia elnökétől, Magyarország határa Olaszország irányába továbbra is zárva van. 100-ról 50 főre csökkentették a beltéri rendezvények létszámát Szerbiában. Emellett nem emelhetik meg az alapvető élelmiszerek, a védőfelszerelések és a higiéniai termékek árát az országban. Egyebek mellett erről határozott a szerb kormány mai koronavírussal kapcsolatos ülésén. Emellett az illetékesek azt javasolják, hogy a 65 évnél idősebb polgárok lehetőleg maradjanak otthon, mivel ők a legveszélyeztetettebb korcsoport a fertőzés tekintve.
48-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Ma 18 óráig a Torlak intézet 15 mintát vizsgált meg. A 15 mintából 13 esetben volt negatív, 2 esetben pedig pozitív a teszt. Eddig összesen 283 személyt teszteltek Szerbiában. Az új fertőzöttek állapota stabil, jelenleg házi karanténban vannak. Szerbia mindent megtesz a járvány következményeinek minimalizálása érdekében, jelentette ki Alekszandar Antić. A szerb energetikai miniszter kiemelte, a szerbiai villanygazdaság és más szerb energetikai társaságok helyzete teljesen stabil. A működés és az ellátás szempontjából nincs probléma, és komoly intézkedéseket hoznak a helyzet fenntartása érdekében. Šta ja želim da pre svega apsolutno odgovorno potvrdim javnosti da je stanje elektroprivrede Srbije i svim energetskim kompanijama apsolutno stabilno, da nema nikakvih problema u funkcionisanju i da se preduzime ozbiljne mere da se takvo stanje zadrži. Dakle, definišu se jasne procedure, ponašanje, postupci zaposlenih rukovodilaca kako bi se održao jedan pouzdan rad svih naših energetskih kompanija. Világszerte problémát okoz a koronavírus. Európa több országában is külön óvintézkedéseket vezettek be. Ausztriában például korlátozzák az emberek mozgását a koronavírus járvány terjedése miatt. Felszólították az osztrákokat, hogy vonuljanak házi karanténba. Megtiltották az 5 embernél névesebb összejöveteleket, illetve korlátozták azon országok számát, amelyeknek az állampolgárai az országba léphetnek. A korlátozó intézkedések hétfőn lépnek életbe. Kettől az éttermek is zárva tartanak. Ausztria a beutazási tilalmi listára felvette Nagy-Britanniát, Hollandiát, Oroszországot és Ukrajnát is, és kettől leállítja az ezekből az országokból érkező légijáratokat. Választások 2020. Világszerte az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ünnepli a magyarság. Három évtized után az idén nem a megszokott módon zajlott a március 15-i megemlékezés a bánáti magyar ittabén. A járványveszély miatt ugyanis elmaradt az istentisztelet. Az egybegyűltek a református templom előtt álló Kossuth szobornál tartottak emlékünnepet. A magyar ittabélyiek sorsa 1904 óta szinte elválaszthatatlan a Kossuth szobortól. A nemzet egyik nagyjának a legdélebbi szobrát a falubeliek meg tudták őrizni a legnehezebb időkben is. Meglőtték, lelökték a talapzatáról, 2015-ben pedig ellopták. Egy év múlva azonban már a felújított szobornál tartották a megemlékezést. Azt a hitet, azt az erőt azóta is sugározza, és azért is fontos, hogy ennyien eljöjjünk most, és azt látjuk, hogy bármilyen körülmények vannak, itt vagyunk, hiszen a Kossuth szobor előtt fejet hajtva valamennyien együtt azt gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy bármi vár ránk, akár a múltra gondolunk, akár a jövőre, egy dolog biztos, megmaradni nemzetben, közösségben lehet csak. Kerekes József magyar ittabélyi tanácselnök köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy lesz még szükség az ifjúság elszántságára és a fiatalok tenni akarására, de nyilvánvalóan nem forradalmi eszközökkel. Büszkék vagyunk arra, hogy az akkori ifjaknak mennyi elszántságuk és mennyi eltökéltségük volt abban, hogy elérjék, amit szeretnék. Mi ezt most meg szeretnénk mutatni, mivel hogy vannak ma is márciusi ifjak, vannak, akik tovább viszik a magyarságot, és vannak, akik harcolnak a magyarokért. Ódri Norbert, a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának alelnöke mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a forradalom hősei tetteikkel bizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva, nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk 1848 örökségéhez. Ebben segít minden évben újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire. A népek tengere. Fellépett Szakál Éva szavaló, Csige Gábor, Magyarország szabadkai főkonzulátusának a vezető konzulja pedig felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét.
A kegyelet virágait elsőként Magyar Ittabé polgárai helyezték el. Koszorúzott a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői. A híradó folytatásában tehát kapcsolunk Alekszandr Vučić sajtótájékoztatójára. Poštovane kolege, dobroveče. Nakon upravo održanog sastanka sa članovima Vlade Republike Srbije, članovima kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, obratit će vam se predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Nakon njegovog obraćanja imamo vremena za nekoliko pitanja. Predsedniče, izvolite. Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije. Srbija je od danas u ratu protiv nevidljivog protivnika, opasnog i opakog protivnika, kog naša zemlja mora da pobedi. Borba koja je pred nama je borba za one koji su stvarali ovu zemlju, gradili ovu zemlju, to je borba pre svega za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Naši roditelji, naši stariji, oni su izgradili naše gradove, izgradili su naša sela, izgradili su nam puteve i pruge. Napravili su sve što u našoj zemlji imamo. Danas su oni napadnuti pre svega i moramo da uradimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo. Mi smo do sada uradili mnogo stvari i želim posebno da se zahvalim lekarskom timu. Večeras nedostaje samo doktor Nestorović. Divnim ljudima koji su i svoje ime i svoj ugled i brojnim lekarima i medicinskim sestrama koji su najteži posao obavljali, stavili državi na raspolaganje da pomognu svojoj zemlji, da pomognu svom narodu. Posle iskustava, ali i svega što smo zajednički prošli, nedovoljne discipline u razumevanju poruka koje smo slali, na osnovu pisma koje su vladi i meni, a na osnovu Ustava Republike Srbije, koje je uputio ministar odbrane i predsednica vlade, ja kao predsednik uputili smo pisma predsednici Narodne skupštine Republike Srbije. A u skladu sa odredbama člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije, kojim je ustanovljeno da kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine i predsednik vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja
na teritoriji cele Republike Srbije. Odluka glasi, tačka 1, proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. To je upravo u ovom trenutku. Dakle, od ovog sekunda imamo vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Odmah posle našeg obraćanja i objavljivanja u službenom glasniku imamo sednicu vlade koja donosi uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. To vanredno stanje, odluku o donošenju vanrednog stanja smo doneli, naravno, ne lako. Takva odluka se donosi u izuzetnim, posebno kriznim situacijama. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. 368 ljudi je umrlo u Italiji, gotovo 200 u Španiji. U svim drugim zemljama se dramatično povećava broj umrlih. U Srbiji imamo danas još dva zaražena lica, ukupno 48. Nemamo smrtnih slučajeva. Ali nema nikakve sumnje da u danima koji dolaze da ćemo se sa tim suočiti i nadamo se da ćemo moći da obezbedimo rast takvih slučajeva aritmetičkom, a ne geometrijskom progresijom, kao što se zbiva u Italiji, Španiji i nekim drugim zemljama. Da bismo to uspeli da uradimo, preduzet ćemo najteže mere. Prošli smo kroz teške krize, kroz užasnu krizu, ekonomsku, gotovo do bankrotstva je zemlja bila dovedena. To danas ljudima izgleda kao pesma, kao luk i voda, a bilo je užasno teško. Da bismo bili jedna od dve zemlje sa najvećim rastom u Evropi, celoj Evropi. Prošli smo kroz teške situacije na Kosovu i Metohiji, sa više od 1 milion migranata koji su prešli preko naše teritorije, čuvajući, pokazujući solidarnost, ali čuvajući i štiteći naše nacionalne i državne interese. Da vas ne podsjećam za druge situacije u regionu, od Srebrenice pa nadalje. Ovo će za nas biti svakako najteža bitka i za naš narod. Ovo je bitka za naše stare, bitka za one koji su za naše stare i za naše bolesne. Oni su meta ovog žestokog napada. Moramo da čuvamo sve, ali su oni pre svega meta ovog žestokog napada. Ja želim da je u ime Republike Srbije izjavim saučešće svim našim evropskim prijateljima, junačkom italijanskom narodu. Kojem želim da izađe iz ovoga. Našoj španskoj braći takođe. Da imate u vidu, ljudi, to su mnogo bogatije vlade, mnogo bogatije zemlje od nas. Mi ćemo morati disciplinom pre svega da se borimo i merama. Ta disciplina znači da penzioneri, lica starije od 65 godina moraju da budu u svojim kućama. Mi ćemo naredna 3 dana da proveravamo kako se poštuju odluke. Ako budemo morali u roku od 72 sata donećemo odluku iz ljubavi prema penzionerima, prema našim roditeljima. Ne isključujemo mogućnost ako kršenja bude više od 0,1 i 0,2%. U narednih 72 sata da donesemo obavezujuću odluku da sva lica moraju da ostanu u svojim kućama i u svojim dvorištima ukoliko su na seoskom području. Kada o tome govorim, govorim pre svega o starim licima. Molim ih, to je najdisciplinovaniji i najodgovorniji deo našeg društva. Molim ih kao Boga, ovo radimo zbog njih.
neće stradati naša deca. Stradaće naši roditelji. Zato ih molim da ne izlaze iz kuće. Molim vas, dragi penzioneri, kao Boga, ne moram da vam govorim koliko vas volimo. Sve ovo što radimo, radimo samo zbog vas. Samo ostanite u svojim kućama, ne izlazite nigde. Biće problema u svemu ovome. Organizovat ćemo pomoć za donošenje onima koji su sami. Ako se dobro organizujemo, za 10 dana počet ćemo da razmišljamo kako da pronađemo ljude, mladiće i devojke koji će u šetnju da vam izvode i kućne ljubimce. Ali dajte nam pre toga da se organizujemo, jer nikad se s ovim niko nije suočio. Mnogo organizovanije zemlje od nas strašno su poklekle. Jezivo su poklekle. I plaćaju stravičnu cenu. Molim vas da ostanete u svojim domovima. Posebno vi u gradovima. Posebno vi u gradovima. Molim vas, zato što vas toliko i volim i volimo. Vi ste meta ovog napada. Molim sve nas, mlađe, nas sredovečni, stariji od sredovečnih, da ne idemo kod najstarijih. Da njih poštedimo toga, da im ne šaljemo decu. Da posećuju deke i bake. Da pustimo deke i bake da budu sami. Mesec dana. Da nam prežive ovo. Znam koliko im je teško bez svojih unuka, bez svoje dece. Ali to je najbolji način, to je jedini način da prežive. 368 ljudi je danas umrlo u Italiji. Više od 300 ljudi samo u oblasti Milana, Bergama i Breše. Zato molim, nadam se da smo nešto tim molbama i prethodnih dana uspeli da učinimo. Vidim da je manje penzionera. Sad više uz ovu molbu. Molim vas da nas niko ne natera da donosimo naredbu. Jer svim ovim što govorimo štitimo, dragi penzioneri, dragi roditelji, drage deke i bake, štitimo vas. Od sutra, hvala našim lekarima koji su imali ogromnu hrabrost. Hvala ovom stručnom timu divnih ljudi koji imao hrabrosti da nam kaže da idemo u škole prethodnih dana. Razočaran sam napadima na ove divne ljude. Razočaran strahom koji pokazuju oni koji strah ne bi smeli da pokažu. Očajan zbog bednog dobacivanja najhrabrijim ljudima koji su nas spasavali u najteža vremena. Dobacujete Pelemišu, čovjeku koji je bio jedini koji je smeo da uđe u vreme variole vere, koji je život rizikovao svaki dan. Dobacujete Nestoroviću koji nam je ko zna koliko dečijih života spasao. Dobacujemo Konu jer nam se ne sviđa njegova izjava. Ljudi nikakve potrebe nemaju. Odazvali se pozivu svoje države da pomognu svojoj zemlji i svom narodu. Sutra nema škole, nema vrtića, nema fakulteta, sve se zatvara, polako ćemo preko Zavoda za biocid da dezinfikujemo sve prostore. Od sutra nema više treninga, nema sporta, nema teretana. O tome će Ana sutra posebno da govori. Da ne objašnjavam zašto, da vam ne govorim da su teretane najgore mesto za moguće zaraze. Lokalne samouprave će zbog zakona o radu da vide kako da se ograniče rad restorana, kafana, to moraće da se orijentišu na dostavu.
uz veoma kratko radno vreme. Zatvara se život da bismo sačuvali život. Da bismo sačuvali naše roditelje. Da bismo sačuvali naše stare. Oko školskog programa i oko svega drugog to su spremili. Ići će preko više televizijskih kanala, RTS 3, RTS Planeta. Hvala i RTS-u što se na dobar način tome odazvali. Biće izuzetan program, ja mislim, Ana, jedan od najboljih programa u Evropi koje je neko mogao da osmisli na taj način za našu decu. Vi decu da učite, da radite. Nećemo otvorati škole, verovatno, do kraja godine. I tu je profesor Kombi u pravu. Zato smo se trudili da što više odložimo, jer deca nisu u opasnosti. A kome vi to da objašnjavate? U opasnosti su oni kod kojih deca mogu da idu. I zato molim sve da decu ne vode i da ne vode nikoga kod svojih roditelja. To je ono što je od najveće opasnosti. Što se snabdevanja tiče, neverovatno je, valjda niko to neće da kaže, ali mi imamo za 100% uvećanu potrošnju. Ja razumem i strah, i ne samo strah, razumem i racionalnu potrebu da se ljudi osjećaju sigurno. Ali ljudi, ako vam kažem da brašna imamo za 12 meseci, da imamo problem sa Markom Čadežom, gde je Marko Čadež? Sa Markom Čadežom koji traži da izvozimo brašno. A ja mu ne dam da izvozimo brašno. Jer znam kako su u strahu velike oči. Nema potrebe, ljudi. Mi ćemo narodima oko nas morati da pomažemo što se brašna tiče. Mi nemamo problema s brašnom, ljudi. Ni sa brašnom, ni sa uljem, ni sa šećerom, ni sa jednim, ni sa pirinčem, ni sa jednim od vitalnih proizvoda. Nema potrebe za tim. Biće vam otvorene prodavnice i to ćemo 38.000 maski ćemo samo za logističke centre morati da obezbeđujemo na dnevnom nivou. Jer to je najveće sad pitanje, logistika, kako da obezbedimo, da nam sve radnje budu snabdevene, apoteke. Veliki su napori. I ima još jedna stvar. Ja neću sada da donosim političke zaključke. To ćemo kad sve ovo prođe. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. Uputio sam pismo predsjedniku Siju, gde sam ga po prvi put u nekoliko navrata i zvanično, što Kinezi znaju šta znači, nazvao ne samo dragim prijateljem, već i bratom. I ne samo mojim lično, već i prijateljem i bratom ove zemlje. Mi od danas, kao što znate, ne možemo ni da uvezemo robu odlukama Evropske unije. Ursula von der Leyen je to rekla malo pre. Ne možemo medicinsku opremu ni da uvozimo iz zemalja Evropske unije. Nemaju i oni dovoljno. Jedna Velika Britanija ima proporcionalno broj stanovnika značajno manje respiratora nego jedna mala Srbija. Oni 5.000. A nisu samo 5 puta, Boga mi, nego 12 puta veći od nas. A da ne govorim koliko bogatiji. I u mnogo težoj situaciji. Bar za nekoliko dana imamo prednosti. Zamolio sam našeg prijatelja i brata, predsednika Xi Jinpinga, garantujući mu
vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom. Tražili smo sve od Kine. Tražili smo čak i da nam pošalju lekare. Naši lekari već postaju umorni. Ne smemo da dozvolimo ulaz korone u bolnice, zato će bolnice u kojima se leče ljudi od koronavirusa od sutra čuvati vojska. Neće biti napadani na lekare, niti će u te bolnice moći da ulazi ko kako hoće. Vidjet ćete vojsku pored najvažnijih objekata, vidjet ćete vojsku Srbije pored bolnica. To su vaši vojnici, narode, to su naši vojnici. Policija će da radi težak posao. Policija će da sprovodi nadzor nad izolacijom. Onaj ko bude prekršio izolaciju, naredbu izolaciji, dobit će do 3 godine zatvora. Odmah. Onaj kome budu lekari i službe rekli 14 dana ili za one koji dolaze iz Italije 28 dana, Španije ili nekih drugih zemalja, koji su naši državljani, koji to budu prekršili, do 3 godine zatvore kazne u skladu sa članom 248 postojećeg krivičnog zakonika. Samo da ljude upoznam sa zakonom. To nije nikakav novi zakon. To je stari zakon. I nikakva nova mera. Ništa novo. Samo čini mi se da to ljudi ne znaju. Pa je važno da znaju. Preduzeli smo još mnogo mera. Mnoge mere će se menjati i dopunjavati iz dana u dan. Biće teško, ali što budemo disciplinovaniji, imat ćemo veću šansu da živote naših starijih, da živote naših roditelja sačuvamo. A to se odnosi i na one koji imaju neku vrstu imune insuficijencije. Dakle, ponavljam, bolesnike kardiovaskularne, visokokrvnog pritiska, malignih oboljenja i šta sam zaboravio, lekari? I dijabetičare. Već imamo problema sa dijabetičarima. Imamo 2 ljudi na respiratorima u ovom trenutku. Oni su u teškom stanju, svi ostali su dobro i stabilno. Dakle, imali smo jednog, imamo još jednog čovjeka na respiratorima, jer mu se stanje u plućima pogoršalo. Ovo je teška borba za nas. O svim detaljnim merama, ja sam vam rekao, glavne mere. Biće svih ograničenja. Kogod od srpskih državljana, ne možemo srpskim državljanima da zabranimo ulaz u zemlju, kao što ćemo svima drugima da zabranjujemo ulaz u zemlju. Ne računajući Kineze, koje ćemo da molimo da dođu da nam pomognu svemu. Svi koji uđu bilo odakle iz bilo kog dela sveta da dođu, morat će da idu 14 dana u karantin ili samo izolaciju u zavisnosti od toga šta budu odredili lekari i nadležne službe. Oni koji budu dolazili iz žarišta, oni će po 28 dana morati da budu u izolaciji, čak i ako nemaju bilo kakve simptome. Svako narušavanje tih pravila znači će odmah kaznu do 3 godine zatvora. Ovo radimo, to želim da ljudi razumeju. Ovo radimo da bismo spasili i sačuvali zemlju. Hoću sad nešto da kažem celom našem narodu. Mi smo ljudi od 1804. od prvih dana uspostavljanja moderne srpske države ginuli, ginuli, ginuli. I dobro je da poštujemo svoju istoriju, svoju tradiciju i da pokazujemo koliko volimo svoju zemlju. Od 2 balkanska rata, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, ratova 90-ih, mi se još nismo oporavili. Tek nedavno smo našu ekonomiju oporavili. Tek nedavno naša ekonomija je počela da sija i da bude zvezda u usponu u celoj Evropi.
da bude jedna od najboljih evropskih ekonomija, najbrže rastućih. Ovo će nas nesumnjivo vratiti unazad. Vratit će i sve druge. I siguran sam i više nego Srbiju. Ali mi moramo da razumemo i zato pozivam celokupan naš narod, srpski narod, ali i našu braću koja žive sa nama i sestre, Mađare, Bošnjake, Rumune, Slovake, Rome, Albance, sve one koji žive u Srbiji, Hrvate, Slovence, sve druge, Makedonce, naravno, da budu disciplinovani i da sačuvamo našu Srbiju. Da sačuvamo našu Srbiju. Da se disciplinom borimo za našu budućnost. Mi imamo još jedan u ovim uslovima, to je za nas divna stvar. U ovim uslovima, naravno, to nam je otežavajuća okolnost. Ali mi nećemo pokazivati takozvanu evropsku solidarnost, već srpsku solidarnost, to je Republika Srpska. Naravno da ćemo jedan deo tereta i u izvozu robe, a kada dođe do teških slučajeva, sasvim sigurno morati mi da preuzmemo. I sasvim izvesno deo respiratora da sačuvamo ovde i za ljudi iz Republike Srpske. I to za nas takođe nije laka stvar da znate. Ali mi ne smemo da se ponašamo prema svom narodu onako kako se prema nama ponašaju neki drugi. I da završim, predaja nije opcija. Predaja nikada nije bila opcija i nikada neće biti opcija za Srbiju. Borit ćemo se i pobedit ćemo. Živela Srbija. Izvolite ako imate neko Hvala, pitanje. Hvala predsjedniče. Pa da... Agencija Tanjug, Mirjana, izvoli. Idi odmah. Dobroveče. Spomenuli ste odluku Evropske komisije o ograničavanju izvoza medicinske opreme i materijala u zemlje van Evropske unije. Odakle ćemo nabaviti potrebni materijal osim iz Kine? Da li ste razmišljali o možda uvođenju mere kontrole ili ograničavanja kretanja unutar Srbije, pošto u pojedinim sredinama ima više zaraženih nego u drugim? I treće pitanje, postoji li neki način borbe protiv lažnih vesti, pre svega na društvenim mrežama koje zaista uznemiravaju javnost. Videli smo juče tweet Boška Obradovića, odnosno snimak šatora iz Italije koje je objavio. On je, da su to navodno šatori koje vojska postavlja na avali, on je to povukao, ali se taj snimak i dalje širi društvenim mrežama i stvara se utisak da, odnosno izaziva sumnja da je situacija opasnija nego što jeste i da se to krije od građana. Što se drugog pitanja tiče, o tome razmišljamo i svakoga dana možete da očekujete dalje mere. Jasno je da ako postoji mesto sa većim brojem virusa ili neka vrsta žarišta, prema onome što imamo do sada, to je svakako Beograd. Zahvaljujući neodgovornim postupcima nekoliko osoba, drugi je Niš. Sve ostalo je manje, mnogo manje. Tako da ako bude trebalo da zabranjujemo međugradski saobraćaj, obavestit ćemo vas, donećemo tu odluku opet u roku 48 ili 72 sata. Što se tiče ovog trećeg pitanja, sramota me je svih ljudi kojima strah tako lako kalja obraz, a koji, a još gori od takvih su oni koji zarad zavisti, bilo politički ili bilo koje druge, su u stanju da rade stvari protiv svoje zemlje i svog naroda. Nijednom rečju, nijednim imenom neću da govorim ni o jednom političkom protivniku, to sam juče rekao. A što se tiče vašeg prvog pitanja, iz kože bih iskočio. Tu su odluku doneli ljudi
koji su nam ovde držali predavanja da ne treba da kupujemo kinesku robu, koji su nam tražili da menjamo tenderske uslove iz cele Evrope i da ne bude cena osnovni uslov, pošto je njihova roba mnogo kvalitetnija iz Evrope, pa moramo od njih sve da kupimo. Kad su im bile potrebne srpske pare, tad je bilo pravite tendere, menjajte uslove za tendere da bi evropske firme dobijale pare srpske. A kad je muka i kad je teško, tad nam ni srpske pare ne pomažu, jer i mi nismo tražili za džabe ništa. Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga. I verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne je Kina. A ovo drugo, hvala im mnogo. A verujte mi da ću znati da im se zahvalim. Ovo što sam pred vama govorio su reči jednog predsednika, pristojne i ljubazne. Ako sam neko pitanje zaboravio, izvinite, podsjetite me. Odgovorio sam, hvala. Ima li još dva pitanja pa da privodimo kraju? Izvolite, ko je sledeći? Ana Stamenković. Poslednje pitanje, Ana Stamenković, RTS, Ana, izvoli. Dobroveče, možda je ostalo nejasno da li je Srbija u potpunosti zatvorila granice, osim za naše građane, šta je sa aviosaobraćajem i kada ste rekli logistički punktovi i dopremanje zaštitne opreme, 38.000 dnevno, ako se ne varam, šta to tačno znači i podrazumeva u funkcionisanju dana? To znači da smo kupili 5 miliona maski od Kine, da bismo mogli da premostimo 10 dana. Koji će stići za neki dan s lakim avionom. To znači da smo u postupku nabavke novih respiratora od naše kineske braće. To znači da smo na, ne mogu da kažem na crno, ali na polu crno, avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi. E, u sredu će da nam stignu ti respiratori. Jer moj posao je da se borim za život Srbije i za život naših ljudi. A što se ovog prvog pitanja tiče, verujte mi da i ja više ne znam šta je sve tačno, to se menja iz časa u čas. Ali strancima poručujem, nemojte dolaziti u Srbiju. Sem Kinezima koje po pozivu zovemo da dođu. Njihovim lekarima, ljudima koji nam pomažu. Nemojte dolaziti u Srbiju. Naše ljude molim da ne dolaze više. Ako dolaze, čeka ih karantin. Čeka ih izolacija. Sve što nam je stiglo, sve što nam je stiglo, 99% sve što nam je stiglo, stiglo nam je Milano i perimetar oko Milana. Sve. Tako je. To vam lekari kažu. Sve. E, ljudi, molim vas, imajte obzira prema svojoj zemlji. Prema svom narodu. Dok smo završili, samo jednu rečenicu još da vam kažem. Velika je bitka pred nama. U tu bitku moramo da uđemo sa mnogo znanja, mnogo hrabrosti i istovremeno nećete verovati i strasti i hladnokrvnosti. Strasti da pomognemo našim najstarijima, a hladnokrvnosti da i teške poruke prihvatamo mirno i da znamo da je to najbolji mogući način za izbavljenje naše zemlje. Još jedan put, predaja nije opcija. Predaja za Srbiju nikada nije bila i nikada neće biti opcija. Borit ćemo se i pobedit ćemo. Živela Srbija. Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala. Aleksandar Vučić, Šojtu Tajko Statojat, Latak.
rendkívüli állapot bevezetését hirdette ki a koronavírus miatt Alekszandr Vučić. A szerb államfő kiemelte, a kormány összeül a sajtótájékoztató után, és megvitatják a legfontosabb vonatkozó kérdéseket. Vučić arra kérte a 65 évnél idősebb polgárokat, hogy ne hagyják el otthonaikat, és ne tartózkodjanak az utcán. Az oktatási intézmények és óvodák holnaptól bezárnak. Ellenőrizni fogják, hogy a polgárok betartják-e az intézkedéseket. A szerb államfő hangsúlyozta, holnaptól a katonaság felügyeli a kórházak és a karantén betartását is. Jelenleg két személy állapota súlyos, ők lélegeztetőgépen vannak. Választások 2020. Bács-Kossuth falván a kalandos életű Kossuth szobornál emlékeztek 1848-49 hőseire. Elhelyezték az emlékezés virágait. Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja pedig felolvasta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének határon túli magyarokhoz írt levelét. A Bács-Kossuth falvi Kossuth szobornál tartott megemlékezésen Hajvert Ákos szavalatai mellett a férfi kórus előadása tette ünnepélyesebbé az emlékezést. Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja felolvasta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének levelét. Arról is beszélt, hogy maguk a márciusi ifjak sem hihették, tettük világszenzáció lesz, amelyről még ma is megemlékezik a világ magyarsága. Sefer Attila, Bács-Kossuth falva helyi közösségének tanácselnöke elmondta, sajnos csak kevesen térnek haza ilyenkor a falu szülöttei közül, de szívében mindenki Bács-Kossuth falvi, bárhol is él. Büszkék vagyunk településünkre, büszkék vagyunk Kossuth Lajosunknak, aki településünknek a névadója, és hát ezen a szép vasárnapi délutánon függetlenül attól, hogy milyen háttérben kellett megszerveznünk ezt a mai ünnepséget, azért bízunk benne, hogy szépen és nagy számmal jelen fogunk lenni. Pásztor István, a VMS elnök elmondta, különleges március 15-e az idei, ugyanakkor a jelenlegi nehéz helyzetben is fontos a nemzeti egység és a közös ünneplés, betartva persze az egészségügyi előírásokat. Hozzátette, március 15-e ugyanakkor a VMS kampányának nyitónapja is. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Nincs az a kampány, amelyik fölülírja fontosság szempontjából a embereknek a biztonságát és egészségét. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy ennek alárendelve nagy valószínűséggel egészen biztos, hogy az elkövetkező hetekben nagy rendezvényeket nem fogunk szervezni. Én úgy látom ebben a pillanatban, hogy reális az esélye annak, hogy a választás időpontja talán el is fog tolódni, de megint szeretném aláhúzni, hogy az emberek biztonságától, a vírus leküzdésétől fontosabb kihívás és feladat ebben a pillanatban nincsen. A megemlékezésen koszorúztak a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és helyi szervezeteinek képviselői, a VMS Ifjúsági Fóruma, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, valamint egyéb művelődési szervezetek és a helyi önkormányzatok képviselői. Választások 2020. Katonai tiszteletadás mellett felvonták a Magyar Nemzeti Lobogót Budapesten a parlament előtt a március 15-i nemzeti ünnepen. A zászlót Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök jelenlétében a himnusz hangjaira a Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a lovas díszegység. A téren mindössze néhány ember követte végig az idei nemzeti ünnep egyetlen központi programját. A többi központi rendezvényt a koronavírus miatt lemondták. A szabadság és a hűség adja március 15-e erejét, jelentette ki Áder János ünnepi beszédében, amelyet ma a Magyar Közszolgálati Televízió sugárzott. A magyar államfő a koronavírus járványra utalva arra kért mindenkit, hogy otthonába emlékezzen. Most épp szerényebb körülmények között kicsit több aggodalommal, mint máskor, de bizakodva.
Áder János azt mondta, ha magyarok 172 éve bízni tudtak egymásban, akkor ma is számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra. 1848-49 sokkal több volt egy lázas forradalomnál, egy hősies szabadságharcnál. A változás az ország lelkében, a nemzet egészében zajlott. 1848 márciusa a szabadság örömét, az önrendelkezés szépségét, a polgári fejlődést, egy közösség összetartozásának felemelő érzését hozta el. Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett. Azt írta, 1848. március 15-e minden magyar közös öröksége és ünnepe. 172 év óta ezen a napon együtt teszünk hitet szabadságunk és nemzeti összetartozásunk mellett. Orbán Viktor szerint idei ünneplésünknek különös hangsúlyt ad, hogy 100 évvel vagyunk a trianoni országvesztés után. Magyarország ma sem létezhet az erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar közösségek nélkül, amelyek megerősítése és jogainak védelme közös feladatunk és felelősségünk, írta a magyar miniszterelnök. Híradunk folytatásában még visszatérünk a megemlékezésekre. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Itt a tavasz, támadásba lendültek a kullancsok. Egyre valószínűbb, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet megrendezni a június 12-e és július 12-e között esedékes labdarúgó Európa-bajnokságot. Itt a tavasz, támadásba lendültek a kullancsok. Az enyhe tél kedvez a kullancsok rajzásának. A Kárpát-medence kullancs állománya lényegesen nagyobb, mint 10-15 éve, amely a talamenti fagyok hiányával magyarázható. A kullancsoknál február végén, március elején elindul a tavaszi rajzás, amely augusztus közepéig tart. A kullancsok egyre több betegséget hordoznak. Újdonság, hogy a Pécsi Tudományegyetem kutatói a krími kongói vérzéses láz vírust is beazonosították egy a Margit-szigeten talált kullancsban, írta az MTI. A közönséges kullancs mérete 1-2 mm, vérszívás után elérheti a 15 mm-t. Élőhelye mezők, erdők, bokros területek, parkok. A csípés leggyakoribb helyei a fejbőr, a fülek, a hajlatok, kéz és a láb. Fontos, ha több időt töltünk a szabadban, alaposan vizsgáljuk át a testünket. A híradót követően mutatja be a Pannon Televízió a Radnóti nyomában című saját gyártású dokumentumfilm sorozatának első részét. A sorozat célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a hányattatott sorsú költőről és a 75 évvel ezelőtti eseményekről. Tóth Péter Loránd tavaly augusztusban indult el azon az úton, amelyen 1944-ben Radnóti Miklós és társai Borból Abdáig meneteltek. A Kunszent Miklósi versvándor útját a Pannon TV munkatársai 25 napon át forgatták. Az útról egy egész estés dokumentumfilm is készül majd Herceg Zsolt rendezésében. Választások 2020. Átadta önkormányzati jelölt listáját a Vajdasági Magyar Szövetség topolyán, amelynek listavezetője Tomik Nimród, a VMS elnökségi tagja, a párt topolyai helyi szervezetének elnöke. A második helyen Kislinder Gábor Topolya polgármestere szerepel. Negyedikként adták át a listájukat. 1154 aláírás tartalmaz a lista, ennyit pedig még senki sem adott át a község területén, mondta el Fremond Árpád, a VMS alelnöke Topolyán. A jelöltek átlag életkora 40 év. A VMS listája a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István nevet viseli majd a választások idején. Tomik Nimród listavezető elmondta, fontos szerepet kapott a VMS listáján a fiatalos lendület és a szakképzettség. Ugyanakkor az idősebbek tapasztalatára is nagyban számítanak.
Ugye azt a munka, ami Kisrinder Gábor polgármester úrral elindult most már több mint 5 évvel ezelőtt, ezt szeretnénk folytatni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez egy jó út. Tudni kell azt, hogy egy jó csapat állt össze az elmúlt években, olyan emberek, akik tudnak dolgozni, és nagyon sok építkezés van, amit folyamatban van, amit nagyon bízunk benne, hogy a következő 4 évben meg fogunk tudni valósítani. Itt gondolok a motelre, gondolok itt a medencére, a stadionra, valamint a víztisztítóra. Ezek a nagy beruházások, ezért nagyon sok számos dolog van, kisebb dolgok, amik az embereknek a mindennapjét befolyásolják. Az Egyesült Demokratikus Szerbia listát is kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság. A listát a Szerbia 21, a Modern Szerbia pártja, a Demokratikus Fórum és a Vajdasági Fórum, amelyet a Vajdasági Szociáldemokrata párt vezet, alkotják. Az Egyesült Demokratikus Szerbia tegnap adta át választási listáját, amelyen 238 név szerepel. A bizottság megerősítette, hogy a listát 10.562 polgár támogatta. A lista vezető Márko Gyurisics. Választások 2020. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központnál is megemlékeztek a magyar forradalomról és szabadságharcról ma délelőtt. A hősökről a politikai pártok és művelődési egyesületek képviselői is megemlékeztek. A magyar himnusszal vette kezdetét a megemlékezés, majd a szózat is elhangzott az eseményen. Ezt követően Takács Márta, a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke szólt az egybegyűltekhez. A március 15-e az évről évre ugyanazt a reményt adja, mint a márciusi ifjaké volt, hogy a történelem hosszú távon a becsületességet, a nemzeti érzületet, a tenni akarást, azt minden évben újra és újra jegyzi. A nemzeti közösségnek tisztelni és ápolni kell az 1848-49-es szabadságharc képviselőit és üzeneteit, emelte ki Maglai Jenő, Szabadka Polgári Mozgalmának önkormányzati frakcióvezetője. Azt gondolom, hogy minden magyar közösségnek a határon túl is igazából az a kötelezettsége, hogy ezeket az értékeket és ezeket az ünnepeket megünnepelje, ezáltal is erősítve saját közösségét és valamilyen formában tiszteletbe tartva azokat az értéket, amelyeket az elődeink ránk hagytak. Feladatunk az, hogy az 1848-as eseményeknek az ismereteit és ennek a szellemiségnek a meglétét átadjuk a mai fiataloknak, mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. Bátorságról szól az ünnep, az összefogásról, arról, hogy mindenféle különbség félretétele mellett össze tudtak fogni a nagy eleink a szabadságharcot megelőző reformkorban, a szabadságharc folyamán is, és az azt követő évtizedekben is, ami az akkori Magyarország legjobb évtizedeit hozta. Az eseményen a Népkör és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mellett Szabadka város önkormányzatának, a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek és Szabadka Polgári Mozgalmának képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottak ma délelőtt Kupuszinán is, Petőfi Sándor mellszobra előtt. A vasárnapi szentmise után a nyugatbácskai magyar településen a József Attila általános iskola diákjai történelmi visszatekintővel idézték fel a március 15-i eseményeket. A nyugatbácskai térségben is létfontosságúak a magyar nemzeti ünnepekről való megemlékezések, mondta Dubac Éva, a VMS Kupuszinai helyi szervezetének elnöke. Ezzel üzenhessük nekik, hogy itt maradunk, erősek vagyunk, egy közösség teremtő ereje van, ugye, mivel hát itt az ünnepségekre jönnek a falu lakosai is, és hogy igenis merjük vállalni magyarságunkat, és ünnepeljünk együtt ünnepeket. Kupuszina csak nem 160 szülötte esett el a 172 évvel ezelőtt kirobbant szabadságharcban. Az embernek a szabadságot soha nem adják ingyen. A szabadságét mindig is meg kellett és meg is kell küzdeni. Van, amikor ezért fegyvert kell fogni, van, amikor csak álhatatosnak kell lenni. Úgy gondolom, hogy most az az időszak van, amikor azok a hétköznapok hősei, akik vállalják mindazt, amivel jár az, hogy egy Kupuszinán él,
és próbál boldogulni, és itt maradnak, és vigyázzák a tüzet. A megemlékezés végén Petőfi Sándor mellszobránál koszorút helyeztek el többek között a VMS Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének, az MNT-nek, valamint a helyi közösségnek a képviselői. 1848-ban súlyos harcok és vérengzések helyszíne volt Bácsföldvár. Ma délután a falu katolikus temetőjében alkalmi műsorral idézték fel a magyar szabadságharc és forradalom akkori eseményeit. Az emlékezés virágait Korány Ferenc, az 1848-as szabadságharc fiatal honvédjének, az obeliszkje előtt helyezték el a résztvevők. A márciusi ifjak és a szabadságharcban harcolók a nemzet szabadságáért életüket adók szelleme nem veszhet el. Ők meghaltak a nemzetért, hogy mi élhessünk érte. Éljünk hát áldozatukhoz méltón. Minden nap, minden tettünkben nekik adózva, hogy bármit teszünk is, szívünkben egy forradalmár szíve dobbanjon vissza. Választások 2020. Az olvadó jég felelős a tengerszint emelkedés harmadáért a szakemberek szerint. Egy nemrég közzétett kutatás szerint Grönlandon és az Antarktiszon 6-szor gyorsabban olvad a jég, mint a 90-es években. 3 évtizeddel ezelőtt még 81 milliárd tonna jég olvadt el évente, most már 475 milliárd. 1992 és 2017 között annyi jég olvadt el a Föld két sarkán, ami 17,8 milliméteres tengerszint emelkedéshez vezetett. Ennek a tengerszint emelkedésnek a 60%-áért a grönlandi, 40%-áért pedig az antarktiszi olvadása felelős. Földfelszíni fagy veszélyére figyelmeztet a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet az előttünk álló hét első 4 napján, de akár 2 méter magasságban is lehetnek fagypont alatti hőmérsékletek a kora reggeli órákban. Már hétfőn érzékelhetően csípős reggelre ébredhetünk, napközben 12-13 fok körüli maximumok várhatók, és többnyire derült ég jellemzi majd a hét első felét. A helyenként felerősödő északkeleti szél miatt érzékelhetünk, lehetjük majd még hidegebbnek az időt. Míg Vajdaságban inkább a napsütésé lesz a főszerep, addig Szerbia déli részein az elkövetkező napokban gyenge esőre, a hegyvidéki részeken pedig akár még hószállingozásra is lehet számítani. Egyre valószínűbb, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet megrendezni a június 12-e és július 12-e között esedékes labdarúgó Európa-bajnokságot. Az EB-t 12 országban rendezték volna. Egyik házigazdája 3 csoportmeccsel és 1/8-döntővel Magyarország lett volna. A koronavírus több labdarúgót is megfertőzött, több helyen szünetel a bajnokság. Ezért az Európai Labdarúgó Szövetség fontolóra veszi, hogy 2021 nyarán rendezné meg a tornát. De annak a lehetősége is felmerült, hogy idén decemberben tartanák meg a bajnokságot, bízva a járvány addigi megszűnésében. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Meghalt az első magyar koronavírus fertőzött. A 75 éves férfit koronavírus fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállították kórházba Budapesten. Világszerte az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ünnepli a magyarság. Ma mutatja be a Pannon Televízió saját gyártású dokumentumfilm sorozatának első részét. Földfelszíni fagy veszélyére figyelmeztet a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet. Köszönjük figyelmüket! Ha lemaradtak valamiről, vagy visszanéznék bejátszásainkat, műsorainkat, keressék fel honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ahol további híreket és információkat is találnak. Holnap a Pannon Rádióban a reggelisekkel ébredhetnek, míg a Szabadkai Magyar Rádióban a napindító várja a hallgatókat. A televízióban azonnal kezdődik a Pannon Televízió Radnóti Nyomában című dokumentumfilm sorozatának első része. Azt követően a Magyar Gondolat, Magyar Szabad Gondolat című magyar dokumentumfilmet tűzzük műsorra. Tartsanak velünk a továbbiakban is. A viszontlátásra!